A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. Te is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép reggelt kívánunk. Ez a Millás reggel ismét. Ezen a csúnya esős reggelen 6 óra 30 perckor köszöntünk nagy szeretettel mindenkit Mihálovics Maci Andrással. És Ács Gaben Gáborral jó reggelt kívánok én is ezen a kora októberi reggelen. A hőmérséklet és az időjárás ugyanis erre predesztinál bennünket. Figyelj, én nem tudok megmondani, pedig már vén vagyok, mint az országút, hogy mikor volt olyan, hogy fűteni kellett május második felébe. Én is, nálunk, de hogy minden nap. Tehát, hogy gyakorlatilag igen. Most ötödik napja zsinórban, vagy már nem is tudom mióta érzem, hogy időnként bekapcsol, pedig lejjebb vittem kicsit a hőmérsékleti igényeinket is, de nem megy másképp. Hát félve kérdezem, hogy azok a házak, amelyekben távfűtésben részesülő lakók élnek, azok mit csinálnak? Hősugárzó? Úgy van, hogy május 15 után kérésre se kapcsolják be. Hát ott egy kicsit összehúzzák magukat, igen. Meg a... De nem lehet egy leányálom, igen. De talán jobban is tartják a meleget, nem? Nem tudom. Van meleg. Aha. Egymást meleg. Nem fűtik, tudom, igen. De csak ez lehet, de nem rémlik, hogy bárki is ezzel kapcsolatban reklamált volna. Igen, és a sajtó sem kapta fel ezt a témát, tehát azt jelenti, hogy nem fázik senki, és nem verik az ajtót a távhőszolgáltatóknál, hogy azonnal kapcsolják vissza, mert ha ez történne, akkor már írt volna róla mindenki, hogy ilyen képtelenséget, hogy... Képzeld el, azt írja a hallgató most azonnal, hogy visszakapcsolták egész egyszerűen a távhőt, és nem kellett kérni. Hát ez tök jó, hogy így működik, mert nekem még az volt meg, hogy április 15-én kikapcsolják. Külön kérni kell április 15 és május 15 között kérésre bekapcsolják. És május 15 után? De május 15 után nincs duma, akkor meleg van és kész. Ha nem, akkor rosszul érzed. Legalábbis régen így volt. Tehát tök jó, hogyha már megváltozott. De aztán igen, lehet, hogy... Akkor ezért nem írnak, mert hát, modernebbek már a rendszerek, és már könnyebb az egész, gondolom. Hát erről lemaradtunk. Ha valaki tudja a hátterét, azért írja meg, kíváncsiak vagyunk rá. Minden esetre ez a jókora felhőrvény, ez mindig itt van Budapest környékén. És itt is lesz még egy pár napig. Nem, azért ez pár napig nem. Holnap például kifejezetten jó idő lesz. Eső de aztán napos. Megint jön, azt hallottam, hogy megint jó, jön. Az már nem ilyen sok esővel, az már csak ilyen, az már eleve melegebb lesz kicsivel, tehát azért már 20 fok fölött leszünk, meg inkább ilyen záporos, zivatalos, tehát ez az áztató hosszú eső, ez most úgy tűnik, hogy most, aztán szombaton, aztán kedden, aztán, na, de nem, ezek már rövidebbek lesznek, csapadékos, mindegy. Marad változékony, de nem ilyen áztató, mint most. Ne feledjük, májusi eső, aranyatér és kész. Így örülnek van, a gazdálkodók. Gazdagok vagyunk, főleg, hogy milyen jól fölment az aranyára, úgyhogy ez most. És mennyire lement a bitcoin. Hát arról majd beszélünk, annak a kedves hallgatónak is próbálunk válaszolni, aki tegnap kérdezte meg, hogy már vegyem a bitcoint, vagy várjak még. Úgyhogy természetesen téma lesz a mai műsorban, szakértő segítségével keressük a választ arra, hogy pontosan mi történt, illetve hogy ez az irgalmatlan nagy zakó, ami tegnap volt, és most az elmúlt órákban a bitcoinnál már megállt. Bitcoin ott van, ahol tegnap így reggel, és 40 ezer felé tendál fölfele, mert éjszaka is megjárta a 35 ezeret, tegnap meg a 30 közelét is.
de mondjuk a mögötte az altcoinok, azokat még csapják, azok most is mínuszban vannak. Még a tegnap ilyenkorihoz képest is azért jóval lejjebb vannak, hogy ez már tényleg a trendforduló, most tényleg vagy kirázták a gyengéket, és akkor innentől fölfelé, vagy pedig most valami elszakadt, és ennek kirázták a gyengéket. Mondja. Például Gede Balást kirázták. Ő magát rázta ki, nem? Rázták? Igen, nem, hát nem hát magát kiszállt, na, megijedt. Hát nagyon nem mindegy, hogy megijedt és kiszállt, vagy pedig... Népnek nincs hazája. Elfogyott a finanszírozás, és igen, egy órán belül nincs itt a pénz, akkor zárjuk a kis pozit, amit mondjuk csak dupla tőke átéten nyitottál, és ebből jó kis vérfürdő, meg technikai eladások tudnak lenni. Na mindegy, ezzel még ne fárasztjuk a hallgatókat, most majd szerintem mikor is? 7:20? Igen, akkor nagyjából egy 50-45 perc múlva. No, menjünk végig az évfordulókon. A Bernátokat köszöntjük ezen az októberi reggelen, mint említettem, nevük napja van ma, és hát a méhek világnapja is van 2018 óta, úgyhogy nem árt, hogyha ezzel is tisztában vagyunk. Hát szegény méheknek most nem éppen ideálisak a körülmények ahhoz, hogy ünnepeljük a világnapjukat, mert ilyen hidegesős időkben hát ők inkább bent melegítik egymást a kaptárakban. Úgyhogy, de gondoljunk rájuk szeretettel, mert nagyon nagy bajba lennénk, hogyha nem lennének ők. És mindenki hozzon létre még egy méh hotelt, azt lehet az erkélyen, vagy bárhol ilyen, kifúrogatunk ilyen mindenféle vastag ágdarabot, különböző méretű lyukakkal, vagy beteszünk néhány nádszálat, összekötjük egy dróttal, és kész is a méhhotel, nem egy nagy trúváj, úgyhogy ezzel lehet elég sokat segíteni a méhecskéken, hogyha nem érnek haza időben, akkor tudjanak hol aludni, mondjuk, ha ilyen váratlan eső van. 1498-ba menjünk át, május 20-a van egyébként, úgyhogy azért 1498. május 20-án kérem szépen Vasco da Gama eléri Indiát, és felkiált, hogy sikerült. Ugye fűszerekért ment Indiába, nyugatnak, amíg senki nem próbálkozott, és sikerült is neki. Szerencsétlenségére ő azonban nem ért haza, de a vállalkozás megtérült. Ezt onnan tudom, hogy mesél a múlt rovatunkban, a minap Katona Csavával elég részletesen beszéltünk Vasco da Gamáról, meg Magelláról is. Charles Lindbergh 1927. május 20-án elsőnek repült át 33,5 óra alatt az Atlanti-óceán felett, 5810 kilométert tett meg, mire leszállt Párizsban, és hát ugye borzolta a kedélyeket, miután nemzeti hős és világhírű repülő sztár lett, hogy elrabolták a gyermekét, és erről ez még egy löketet adott annak idején az ő történetének. Születésnaposok közül 1908-ban James Stewart amerikai színész született, az egyik kedvenc western filmem a Délidőnek a főszereplője, ő tessék megnézni, aki ezt nem tette. Na, neked szülinaposok közül? Schuster Lorent, a P-Mobil együttes vezetője természetesen. Igen, hát nekem Cher amerikai énekes és színésznő. Igen. 1946-os évjáratú, tessék megnézni a fényképeit, hogy hova jutott az orvostudomány. Hogy Cher mami így tud kinézni. Kimondani is döbbenet, 1946-ban született Cher. Két évvel idősebb volt nála Joe Cocker angol énekes, sajnos ő 2014 óta már nincs körünkben, és két kapus ikon is ünnepel, majdnem egyidősek ők, Iker Casillas, a spanyol válogatott egykori hálóőre, hú, nem gondoltam volna, hogy valaki, mondom ezt a szót, hogy hálóőr, illetve Petr Cseh, szintén kapus. Kezdesz hegyívánosodni, vigyázz. Mit? Hegyívánosodsz, vigyázz. Igen, tudom, azért mondom, hogy a hálóért ezt. De ezt most már ilyen széles körben használják, ezt a hálóőr kifejezést több helyen szembe jött. No, hát nagyjából ezek voltak. Aha, nekem meg inkább eltávozott, vagy inkább, mintha már ez a nagyon-nagyon modorossá vált, és inkább csak így cikiként. De látod, ez teljesen máshogy érzi az ember. Lehet, hogy nem így van. Azt ír egy kedves hallgató, hogy panelekben lakóközösségenként egyedileg lehet kérni a visszakapcsolást, mármint a fűtés, ha szükség van rá.
Mi házunkban két hete nincs fűtés, de szinte teljes napközbeni ablak nyitvatartással és szellőztetéssel sem hűlt ki 22 fok alá. Tartjuk éjjel is. Nekem én is a 22 tartásához nálunk kellett egy kis rásegítés most már minden nap, úgyhogy igen, egy lakásoktól is, lakástól, elhelyezkedéstől, sok mindentől függ. Hát meg nyilván a fűtés érzettől, ezt látom a családomon belül is, az idősebb korosztály egy didergősebb, és már magamon is érzem, hogy följebb került pár év alatt a kellemes határom. Nem tudom, meddig mehet még ez majd el, úgyhogy ez is számít abban, hogy fűtesz, vagy nem fűtesz. Na, ezek a legfontosabbak. Tehát mindenki megvolt, meg a kapusok is megvoltak. Okay. Meg, bizony. Jó, akkor zenéljünk egy rövidet, aztán nézzünk bele alapokba.